Új mesterszakok augusztus végéig jelentkezhetnek az érdeklődők a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 3 új képzésére. Falusi civil alap ingatlanvásárlásra és fejlesztésre, gépjárművásárlásra, programok szervezésére, valamint eszközbeszerzésre lehet pályázni augusztus végéig. Utaznak, 5 nyíregyházi atléta is képviseli majd a magyar színeket a jövő hétvégén kezdődő budapesti világbajnokságon. Új mesterszakokat indít a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Az intézmény kínálata az új tanévtől az eddigi 4 mellett további 3 képzéssel bővül. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A keresztény egyház és művelődés történet, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, valamint az összehasonlító egyház történet mesterszakokra augusztus végéig jelentkezhetnek az érdeklődők. Az oltár a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kápolnájában. Itt gyakorolhatják a papnövendékek hivatásukat. Az intézmény ugyanakkor nem csupán papneveléssel foglalkozik, a teológia és az egyház történet számos tudományágát oktatják a nyíregyházi képzőhelyen. Az intézmény neve Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, de szeretném mindjárt hangsúlyozni, hogy a görögkatolikusba belefér a római katolikus is, tehát aktuálisan is nagyon sok olyan hallgatónk van, aki római katolikusként tanul itt, és amikor hittanárszakosként vagy teológusként végez tanulmányokat nálunk, akkor őket ki tudjuk képezni nem csak a görögkatolikus, úgymond egyházi elvárásokra, hanem a római katolikusokra is. A főiskola régebben egy olyan intézmény volt, ahol csak főiskolai végzettséget adtak ki. Az új törvények szerint a főiskola nem azt jelenti, amit korábban, a főiskola csak azt jelenti, hogy nem adhatunk ki doktori képzést. De ettől eltekintve egyetemi végzettséget adunk ki. Az új szakok, amikről beszélünk, azok is mind egyetemi végzettséget adnak. A tanárszakunk is egyetemi végzettséget ad, a teológus szakunk is azt ad. A Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán az új tanévben bővül a képzési kínálat, újabb 3 mesterszakot indítanak. Elindul a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés, ez 3 specializációval végezhető el. Szintén új választható szak a keresztény egyház és művelődés történet, valamint az európai léptékkel mérve is egyedülállónak számító összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is. A képzéseinket fontos tudni, hogy bár mindegyik hitéleti képzés, de lehet jelentkezni olyanoknak is, akik nem rendelkeznek hitéleti diplomával, tehát bármilyen diplomával, bármilyen végzettséggel be lehet jönni a szakjainkra. Az a 3 új képzésünk egyik az előbb említett vallástörténetszak, amit a Zsidó Egyetemmel és az Iszlám Kutató Intézettel együtt fogunk folytatni. Ezt leginkább Budapesten tervezzük folytatni. Ez egy eléggé komplex képzés, tulajdonképpen Európában az egyetlen intézmény vagyunk, amelyik ilyen típusú képzést csinál. A neve összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok szak, és a 3 monoteista vallás, a kereszténység, iszlám és a zsidóság történetét adjuk meg a diákoknak egy ilyen komparatív szemléletben, de nem csak egy egyszerű bölcsész szak lesz ez a szak, hanem a kimenetek tekintetében 5 olyan specializációt hoztunk létre, amelyek abban segítik a diákokat, hogy konkrét munkahelyeken tudjanak elhelyezkedni. Az új képzések levelező formában indulnak, így azok akár munka mellett is végezhetőek, tette hozzá a főiskola megbízott rektora. Fontos tudni, hogy a jelentkezés nem a felvi.hu-hoz kötött, azt közvetlenül az intézményben kell megtenni. Az új mesterszakokról a főiskola weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Ingatlan vásárlásra és fejlesztésre, gépjármű vásárlásra, programok szervezésére, valamint eszközbeszerzésre pályázhatnak augusztus végéig a Magyar Falu Program falusi civil alap keretében az 5000 fő alatti települések civil szervezetei. Előbbi 2 esetben 7 millió forint, utóbbi 2 esetben pedig 2 millió forint a pályázható összeg felső határa. Megjelentek az új felhívások a Magyar Falu Program falusi civil alap keretében. A kormány idén is folytatja a 2020 óta futó programját, amelynek célja a kis településeken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, mondta Kis András a Vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón. Ez egy nagyon nagy lehetőség civilek számára,
hogy ingatlanfejlesztésre, vásárlásos fejlesztésre, autóvásárlásra, programszervezésre és eszközbeszerzésre pályázzanak. Az előbbi kettő az ingatlan és az autó esetén 7 millió forint a maximum pályázható összeg, míg az eszköz és a program esetén pedig 2 millió forint a maximum pályázható összeg. Kis András hozzátette, a pályázatokat augusztus 1-e és 31-e között lehet benyújtani a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül. Egy személy kizárólag egy pályázatot nyújthat be egy kategóriában. A pályázat részleteivel kapcsolatban a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján, illetve ügyfélszolgálati vonalán lehet érdeklődni. A pályázatok mellett Kis András felhívta a figyelmet a közelgő szeptemberi véradási akciókra is. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is megszervezzük azt a miniszterelnökség, konkrétan helyettes államtitkár úr által elkezdett missziót, programot, ami most már 9. alkalommal civil szervezeti vezetők jönnek, és egy csepp vérrel, egy adag vérrel segítenek abban, hogy az ország vérellátása folyamatos és zökkenőmentes legyen. Azt gondolom, hogy mindenkinek a családjában van olyan ember, akin ez az elmúlt években segített. És azt is gondolom ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy idén már két alkalommal egy vidéki helyszínen, Máté Szalkán, a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központban szeptember 5-én és szeptember 7-én pedig Nyíregyházán, a Zöld Irodaházban szervezzük meg, ez is mutatja, hogy civilekben van nyitottság. Ezúton is kérem minden Máté Szalkai járásbeli, vagy bárhol élő polgárt, de minden Nyíregyháza járásban élő polgárt és civil szervezeti vezetőt, képviselőt, hogyha van lehetősége, a szabolcs-cic.hu honlapon minden információt megtalálni, jöjjön vért adni, vegyen részt a véradáson, segítsen egy cseppvérrel. A véradási akciók mellett szervezik a civil fórumokat is, mivel az ősz folyamán idén is kiírásra kerülnek a NEA pályázatok, mondta el Kis András. Nyíregyházán legközelebb, szeptember 12-én délután 5 órától várják a megyeházára az érdeklődőket. Egy cseh állampolgárságú motoros csapódott egy személyautó hátuljába kedd délután Nyírtelek belterületén. Az elől haladó gépjármű forgalmi okok miatt megállt, erre a mögötte érkező kétkerekű vezetője nem reagált időben, így belecsapódott az autóba. A motorost 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülésekkel szállították a Nyíregyházi Kórház traumatológiai állomására. A rendőrség tolmács bevonásával vizsgálta a baleset okát és annak körülményeit. Sokan alábecsülik, ezért sok balesethez vezet a reggeli és késő délutáni órákban tapasztalható erős napfény. A napsugarak alacsony beesési szöge augusztustól egészen május közepéig nehezíti a közlekedők helyzetét. A szakemberek azt javasolják, mindig a látási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak a járművezetők. Kerékpárost gázolt egy autós Nyíregyháza belvárosában a reggeli órákban. A kerékpárost súlyos sérülés gyanújával vitték el a mentősök. Ez pedig már a Tokaji út, szintén Nyíregyházán. Itt a délutáni órákban egy rolleres ütközött nagy sebességgel egy kerékpárosnak, mindkettőjüket kórházba szállították. A két eltérő helyszínen és napszakban történt balesetben egy a közös. A rossz látási viszonyokra, vagyis az erős napfényre hivatkoztak a szereplők. Nem tudja elfogadni az intézkedő baleset helyszínelő rendőr, hogy nem láttam. Nem vettem észre, ezt nem fogadja el egy bíróság se, ha egy tragikus baleset történik, és tudunk az országban az elmúlt években olyan tragikus eseményeket, mikor a látásviszonyokhoz nem kellőképpen alkalmazkodott a járművezető, és tragédiával végződött a nem odafigyelés. Én arra kérek mindenkit, hogy a balesetek elkerülésének érdekében a út- és látásviszonyokat mindig tartsák szem előtt, de az alacsony napállás ugyanolyan veszélyes lehet, mint például télen a köd, vagy a ködpára, vagy a csúszósút, az is elvakíthatja a 30 fokos nyári melegben a gépjárművezetőt, és a figyelem az 100%-os legyen, hogy csak a vezetésre koncentráljanak, amikor közlekednek. Szakemberek szerint az augusztustól jellemzően május közepéig tartó időszakban a napfény alacsony beesési szöge jelentősen növeli a balesetek kockázatát. 50 km/h sebességnél például másodpercenként 14 métert tesz meg az autó, így néhány vakon vezetett pillanat is tragédiához vezethet.
Nagyon kérek minden közlekedőt, hogy főleg ősszel, majd a szeptember hónapban lévő csúcsforgalmi napokon, reggeli időpontban nagyobb menetidővel számoljanak, és amikor jó idő van, napsugárzás van, akkor tessenek sokkal nagyobb figyelemmel közlekedni a veszélyes csomópontokat, ugye jelzőlámpást, illetve gyalogátkelőhelyeket fékészenlét állapotban közelítsék meg. Ugye új átkelőhelye gyarapodott Nyíregyháza, Gazdagodott a 4-es főútvonal, László utca belső körút, itt is gyalogos forgalommal kell számolni a nap 24 órájában. Ezzel is bővült Nyíregyháza, több jelzőlámpás csomópont van a Vármegye területén, hogy minden egyes csomópontban tessenek ezzel számolni és vigyázni, és óvatosabbnak legyenek a közlekedők. Nem feltétlenül szükséges az 50 km/h maximáltan kihasználni, ha úgy érzi a járművezető, hogy a látásviszonyok romlanak, vagy csökkennek, akkor tessék alacsonyabb sebesség határa közlekedni. A megfelelő sebesség megválasztása és a követési távolság tartása elengedhetetlen. Ezek mellett nagyon fontos az is, hogy az autók ablakai tiszták legyenek. A szélvédőn lerakódott szennyeződés ugyanis szétszórja az üvegre érkező fényt. Ezért ügyelni kell arra, hogy a szélvédőmosó mindig fel legyen töltve, emellett egy kendő is legyen kéznél az ablak belső oldalának törléséhez. Fontos, hogy mielőtt valaki útra kell, a szemüveget és a napszemüveget is törölje át. A beregi és szatmári református templomok kazettás mennyezet festményeit mutatja be Csutkai Csaba jelképek című fotókiállítása. A Beregdarócon nyílt tárlat képei mellett Súgta Bertalanné iparművész beregi keresztszemes hímzéseit is megtekinthetik a látogatók. Szabolcs-Szatmár Bereg megye talán legszebb gyöngyszemei a beregi és szatmári református templomok. Csenger, Csenger Sima, Tákos és Gyügye festett kazettás mennyezetei megelevenendő bibliai eseményekhez kapcsolódó szimbólumuk mellett ősi, kozmikus jelentéstartalommal bíró ábrázolások is felismerhetők. Csutkai Csabát a 70-es évek óta vonza a műemlékfotózás. A kiállítás anyaga 3-4 évvel ezelőtt készült el. Elmondása szerint minden kis templom más és más. A közös bennük a fénnyel való találkozás. Én úgy gondolom, hogy csodát lehet látni, de nem én miattam, hanem azoknak a mesteremberek munkái miatt, akik még az 1700-as években itt a reformáció után építettek, pontosabban festettek olyan mennyezeteket, ők voltak a híres mennyező festők, hogy ma is lehet ezekből tanulni, lehet ezekből olyan ikletet kapni, ami tud segíteni a további munkáikhoz az embereknek. Miért is mondom ezt? Azért, mert ez, ha úgy tetszik, ezek voltak az annak kornak megfelelő grafitiai, a megfelelő eklézsiáknak, a működő eklézsiáknak azok a tanítási módszerei, ami a mennyezetekre volt festve. És természetesen ebből a mély szakrális részben azért ott találjuk azokat a dolgokat is, ami már a tudomány felé hajazott, és ez a tudomány a csillagászat felé kell, és ezek az emberek tudósai voltak ennek a alkotó tevékenységnek, nem csak a szép vonalaknak, hanem azt is, hogy mit jelentenek, milyen jelképei vannak azoknak a rajzoknak, amit a festett kazettákra vittek. És ez csoda. Egy másik szobában Súgta Bertalanné kézi munkáit tekinthették meg az érdeklődők. Erzsike néni 9-10 éves korában találkozott először a beregi hímzéssel, majd később a Népi Iparművészeti és Háziipari Szövetkezetben dolgozott, mint hímző. A beregdarúci hímzőasszony nívós elismerésekben részesült határon innen és túl. Erzsike néni munkásságát Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei értéktár elnöke méltatta. A beregi és felső-tiszavidéki keresztszemes hímzés hungarikum lett, amelyben neki nagyon jelentős szerepe volt, hiszen együtt kezdtük el több mint 10 évvel ezelőtt a munkát, hogy ez a hímzésvilág ez bekerüljön a kulturális örökségeink közé a hungarikum polcra is, úgyhogy ezért mindenképpen nagy köszönet jár neki. És ugye Erzsike néni már nincsen közöttünk, de mindenképpen szerettük volna az ő emlékét is életben tartani, és hát azt a motívumvilágot, amelyet, ahelyett így el is hangzott, amely megjelenik valóban a templomokban is, és megjelenik a beregi és felső-tisza vidéki keresztemesben is, hiszen ez mind-mind az ősi örökségnek a része. Hozzátartozott a paraszti élethez, hozzátartozott ahhoz az életrendhez, amelyet éltek az emberek abban az időben, és ezt igyekszünk átmenteni az elkövetkezendőkbe is. És hogy lehet ezt megtenni? Hát egyrészt úgy, hogy nem felejtjük el azokat az alkotókat, akik ebben nagyon sokat tettek, és Erzsike néni is ilyen, hiszen népi iparművészként világ
szinten ismerték a nevét, másrészt pedig megtaláljuk azokat a csatornákat és lehetőségeket, ahol ezt a motivum világot úgymond át lehet ültetni a jelenkorunkba, és meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel a mostani fiatalságot, a következő generációt egy kicsit meg lehet fertőzni ezzel a motivumvilággal és motivumkincsel, és hál' Istennek vannak erre jó példák is, hiszen vannak hagyományőrző szervezetek, vagy például ott van a Beregi Múzeum, ahol egy modernkori divat bemutató keretein belül is olyan ma is nyugodtan viselhető ruhákat alkottak meg, amelyeken ott van, mint férfi, mint női ruhákon, ott van a Beregi és Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés. A rendezvény a Vidék Szelencéje, Értékek és hagyományok generációkon át című program keretein belül valósult meg. A kiállítások hosszú időn át megtekinthetőek lesznek Bereg Darócon. Öt nyíregyházi atléta is képviseli majd a magyar színeket a jövő hét végén kezdődő budapesti világbajnokságon. Hellebrand Máté a 20 kilométeres gyaloglásban, Szikszai Róbert és Kerekes Dóra diszkoszvetésben, Tóth Balázs súlylökésben, Boros Bence pedig 100 méteren és a 4x100 méteres váltóban indul a VB-n. Kedden derült ki, hogy 63 magyar versenyző indul a budapesti atlétikai világbajnokságon. 32-en szereztek indulási jogot a kvalifikációs lista alapján, a rendező ország jogán pedig 31 megfelelő tudásszinten rendelkező atlétát nevezhetett a hazai szövetség. A budapesti honvédot 8, az MTK-t 6 sportoló képviseli, a harmadik a Nyíregyházi Sportcentrum 5 versenyzővel. A szakágvezető szerint már a részvétel kivívása is hatalmas teljesítménynek számít. Ismerve azért a világ élvonalát, meg a világbajnokságon résztvevő több mint 2000 atlétát, nagyon nehéz lesz oda kerülni a legjobbak közé, de ha már itt vagyunk, akkor szerintem a versenyzőink mindent megtesznek azért, hogy a legjobb eredményeiket érjék el. És ha már egyéni csúcs, vagy egyéni csúcson túli eredményeket érnek el, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk ezzel. Mint Nyíregyháza polgármestere elmondta, az infrastruktúrának és a szakmai háttérnek is köszönhető a rekordlétszámú világbajnoki induló. Ez egy nyíregyházi rekord is, ennyi soha nem volt, és egy visszaigazolása is annak, hogy érdemes volt nagyon sok nyüggelját, az atlétikai centrumot megépíteni, és érdemes volt ezen a legmagasabb szinten, mert ugye ők ott edzenek, de nem csak ők, hanem külföldi versenyzők vannak most is, akik a VB-re készülnek itt nálunk. Tehát itt azért persze a legfontosabb a szakember, hiszen az edzők, a szakemberek állnak a versenyzők mögött, meg nyilván a családjuk, meg a baráti körük, de az infrastruktúra is számít. Boros Bence a 4x100-as váltó mellett a világbajnokság talán leginkább várt számában a 100 méteres síkfutásban is rajthoz áll Budapesten. Egyénileg szeretnék magamhoz közeli formát, vagy az egyéni, vagy a szezonbeli legjobbhoz. Én azzal már elégedett lennék, a váltóval pedig szeretnénk egy ilyen 39 elejé időt, úgy gondolom, hogy az benne is van, hogy az egyéni formák is úgy jöttek most a versenyeredményeket, meg a váltó. Volt egy 10 napos edzőtáborunk, és ott is olyan eredmények születtek esetleg váltóval, vagy egyénileg is, amik ezt indokolják. Tóth Balázs nemrég tért haza a kínai egyetemi világjátékokról, ahol a 8. helyen végzett. Nagyszerű tapasztalatszerzési lehetőség számára, hogy a világ legjobbjai ellen versenyezhet a VB-n. Nyilvánvalóan nem hozzájuk képest mérten fogok versenyezni. Azt tűztem ki magamnak, hogy saját eredményeimhez képest próbáljak minél jobban teljesíteni. Az idei eredményemen próbáljak javítani, illetve az egyéni csúcsom közelébe kerüljek, vagy megjavítsam azt. Kerekes Dóra többek között Dél-Afrikában és Cipruson is igyekezett felkészülni a VB-re. Mind a 3 edzőtábor jól sikerült, az egyikben igaz megsérültem, de szerencsére hamar regenerálódtam. Remélem, hogy jól fog sikerülni a VB, úgy érzem, hogy még nem jött ki ez a sok munka, úgyhogy remélem, hogy majd ott ki fog jönni. A világbajnokság augusztus 19-én szombat reggel a férfi 20 kilométeres gyaloglás döntőjével kezdődik a mezőnyben a nyíregyházi Hellebrand Mátéval. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Augusztus végéig jelentkezhetnek az érdeklődők a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 3 új mesterképzésére.
Az új tanévtől a keresztény egyház és művelődés történet, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, valamint az összehasonlító egyháztörténet mesterszakokkal bővül a kínálat. Programok szervezésére, eszközbeszerzésre, valamint ingatlanvásárlásra és fejlesztésre és gépjárművásárlásra pályázhatnak augusztus végéig a Magyar Falu Program falusi civil alap keretében az 5000 fő alatti települések civil szervezetei. Előbbi két esetben 2 millió forint, utóbbi két esetben pedig 7 millió forint a pályázható összeg felső határa. 5 nyíregyházi atléta is képviseli majd a magyar színeket a jövő hétvégén kezdődő budapesti világbajnokságon. Szikszai Róbert és Kerekes Dóra diszkoszvetésben, Tóth Balázs súlylökésben, Boros Bence 100 méteren és a 4x100 méteres váltóban, Hellebrand Máté pedig a 20 kilométeres gyaloglásban indul a VB-n. Augusztus 9-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a keleten lévő frontális felhősáv felszakadozik, a délutáni órákban már jó részt gomoly felhős napos idő várható. Elszórtan nagyobb számban a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul.